az volna az. Már épp elég kocsim van. Ilyen még biztos nincs. Fel van spécizve. A felébe! Te meglomasítottál 8 milliónyi heroint a zsaruklaptálából. Ugye nem egyedül csinálod ezt a bulit? Az a probléma, hogy az üzlettársam felismerte. Akkor kérünk az üzletre. Drogvadászat. Hol van a pénzem? Jó kérdés, hát nem különböldöztetek. Pinteken 22 óra 35 perckor. Imádlak. Én is nagyon. Ez az én törölközöm. Majd én elrakom. Te mész a versenyre. De én meg a Gábor, hát... Itt az ide, hogy egy kicsit összejöjjetek. Hadd utáljam, apai jogom. Kórház. Rögtön itt a mentő. Anyáméknak ne szólj, oké? Okay? Haver, ezt te nem fogod megúszni. Így vagy te szép. Jó, de régen mondtál már ilyet. Csak ne jelzd meg magad, hogy te vagy az ideális apa. Én nem tartom magam jobb szülőnek az átlagnál. Milyennek tartottad magad? Mondjuk anya halála után. Mi történt? A srácot kérdezd. Azt a pancsert, aki belém jött és rápaszírozott a bójára. Szeress most! Vasárnap 19 órától a Híradó után. Egy teljesen átlagos napnak indult. Eposz ma élő katasztrófa készül. Itt az igazság pillanata. Most derül ki, hogy kik a férfiak. Egyenesen a szörnyetek közepébe néz! George Clooney. Viharzóna. Vasárnap 20 órakor. Tejet, szomjas vagyok. Otthon zokogott, amikor megtalálta a főbérlője. Ha minden igaz, elhagyta a barátnője. Jobban mondva, anyuci.